Na, sziasztok, srácok! Folytatjuk az OSMS sorozatunkat. Most jön a három visszavágó, úgyhogy ez a videó ezekről a meccsekről fog szólni. Úgyhogy nézzük is az elsőt, ugye a Salzburg ellen játszunk ismét, és hazai pályán leszünk, úgyhogy jó lenne megnyerni ezt a mérkőzést, mert tényleg kell az a három pont, hogyha itt most kikapunk, akkor nagyon valószínű, hogy a Salzburg tovább jut, és ö, lehet, hogy mi esünk ki. Ez pedig nem nagyon lenne jó. Na nézzük akkor Ellen. Eddig ö, tö eddig mi támadunk többet, és megszereztük a vezetést Ellen góljából. Na, eddig jó. Viszont most Minamino is ö, helyzetben van. Fejel egyet és mellé, szerencsére mellé ment. vagy... <laughs> Elmondom nektek, srácok, hogy normál, ö, normál a játékstílusunk, Tehát nem agresszív, meg nem azt hiszem vakmerő van utána, hanem simán normál. És ezzel a felfogással már a harmadik piros lapot szerezzük, így konkrétan a semmire. Tehát random ad egy piros lapot. Tulajdonképpen ez, e, e, ez történik, hogy random ad egy piros lapot, mert miért ne? Na, én ezt ettől nem is értem. Nem, nem értem. Még csak nem is ad sárgát, meg semmi, nem egyből leküld a pályáról, mert ő így gondolja jónak. Hát, oké. Okay. hálán mégis el fogadjunk, hogy gól lesz. Jó, nem, nem lett gól, de általában, hogyha ad egy pirosat a játék, akkor direkt azt akar, hogy ne nyertjük. Tehát, nem, nem, nem értem. Na, tessék, neki ad sárgalapot neki nem lesz piros ellennek is ad egy sárga lapot. Nagyszerű. Gyors támadás. Oké. Okay. Valamiért tudom, hogy egy-egy lesz, tehát... Én, én, én szerintem ez, ez biztos, hogy nem fog megnyerni ezt a meccset. A játék azt akarja, hogy ne nyerjük meg. Bár... Aha. Figyeld, most jön az egy-egy, figyeld. Jaj, de tudtam! Annyira kiszámítható. Annyira kiszámítható. Hát vicc, vicc ez a játék, de tényleg. <laughs> Megmondtam, én megmondtam. Egy-egy lesz. Jó van. Nem mondok erre inkább semmit. Gratulálok a játéknak. Elérte a célját. Na mindegy, harmadik helyen vagyunk. Itt már csak az segíthet, hogyha elverjük a Liverpoolt, vagy legalább egy döntetlent elérünk, és a Salzburg pedig kikap a Liverpooltól, vagy a Genktől. Ha minden esetre egy vicc kategória volt ez is. Tényleg, ez, erre nem tudok mit mondani. Teljesen vicc kategória. Ez már szinte szánalmas. Ja várjál, Diopnak még van egy. Aha, viszont Insigne hat. Na jó. Egy, egyébként is mi, 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 miért? Miért sérdeget, sértegett az ellenfél edzői? Tehát, á Ez teljesen vicc kategória. Direkt azt akarja a játék, hogy essünk ki, ennyi. Ez máshol nem szól. Na jó, van srácok. Innen fogjuk folytatni. Reméljük, hogy több szerencsével. Öm, van egy kis gond, de srácok. Az a helyzet, hogy tegnap elfelejtettem beállítani a kezdőcsapatot, mert úgy nagyjából mindent. Szóval most úgy játszunk, hogy. hát ahogy játszunk. Tehát öm, valószínűleg ez egy vereség lesz. Hát bízom benne, hogy nem így fog történni. De tényleg tegnap elküldtem még reggel edzeni a fiúkat, aztán így. Ennyi volt az egész OSMS ö, foglalkozásom, úgyhogy ö, igen, tehát vannak bajok. De mindegy. Nézzük meg a meccset. Most ö, teljes mértékben az én hibám lesz, hogyha most kikapunk. De nagyon úgy néz ki, hogy már a második percben golt fogunk kapni. Nem, nem, ez még mellé ment, jó. De igen, na, Milik, Milik már. Akcióba, szóval azért mi is támadunk legalább, ez már jel, de ez is mellé ment. Kulibal is fejel. Ez a helyzetek száma már kettő egy ide. Végül is ez is valami. hiba. egyből jönnek a sárgák is, de egyébként tényleg én normál ö, felfogásban játszom, tehát semmi agresszió, úgyhogy ö, nem ó Vezetünk. Na! Mertens góljával vezetünk. Hát így elkiabáltam ezt a biztos vereséget. Oké. Okay. <laughs> Jó. Roberto Firmino ollózni akar. Hát ne a... Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Roberto Firmino beollózta. Hát gratulálok neki, egy-egy az -egy állás. Igazából egynek a döntetlennek is már örülnék. Mert öm, tényleg nem tudom, hogy most ö, ilyenkor hogy van ez a felállás dolog, nem állítottam be semmit. Már nagyon kezdenek öm, pálmadni, tehát sokkal többet mint mi. És ennek szerintem meg lesz a következmény is. Büntető! Na Milik, hogyha ezt kihagyod, bakker, Arkadius mindig belőle a büntetőt, helyes. Kettő egy ide. Jó van, srácok, gyerünk, 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 vezetünk. Nagyon jó. Roberto Firmino messziről rá, rá lövi. Jó, mellé megy. fúj le, fúj le. Úgy is van, srác, hát ezt nem hiszem el. És megnyertük a meccset. Ja, igen, igen. Azt elfajtettem mondani, hogy azért a biztonság kedvéért benyomtam egy edzőtábort. Szóval most majdnem el is baktáztam egyébként ezzel, hogy nem hajtottam be semmit, mert még így is majdnem kikaptunk. Hát tudom, hogy valószínűleg az edzőtábor az nem a csoportmérkőzések alatt kellett volna, hanem majd az egyenes kieséses szakaszban, mert ott valószínűleg mindenki használni fogja az edzőtábort, de én most úgy, úgy láttam, hogy muszáj használnunk. Jó van. Igen, hát mi edzőtáboroztunk, a Liverpool nem. Muszáj volt, muszáj volt, mert most már tényleg a bennmaradás volt a tét és még így is az utolsó helyen állunk, vagyis na, tehát hogy a harmadik helyen állunk, ami még kiesést jelent, mert a Salzburg elverte a genket, viszont az utolsó fordulóban a Százburg a liverpool fog játszani, és mi pedig a genkel. Tehát, hogyha elverjük a genket, akkor tovább jutunk. Mert a Salzburg meg a Liverpool mérkőzésen biztos, hogy valaki pontot fog veszíteni. Tehát a genket az muszáj elverni, srácok. Úgyhogy holnap folytatjuk. Na itt vagyunk, srácok, az utolsó csoportmérkőzésen. A genk ellen játszunk hazai pályán. Mondanom sem kell, hogy ezt muszáj megnyerni. Jelenleg ugye pont egyenlőség van az első három hely között, és mi vagyunk a harmadikak, viszont az első kettő egymásra játszik, szóval, hogyha ott valaki nyer, akkor gyakorlatilag nekünk még a döntetlen is elég, de egyértelmű, hogy a győzelemre hajtunk, úgyhogy szerintem van egy lerendezetlen ügyünk a genkkel, úgyhogy most jól el kell verni őket, nincs mese. És akkor Elena a hatodik percben rögtön mellé lül. Ki a helyzet, Rúni, Milik. Nézzük, Milik. Neki be kell rugni, Miliknek be kell rugni, de egyenlőre még nem sikerül neki fölélődte. Sárga lapot írni nek. Alright. Ostovaiba. ott is egy sárga lap. Kikapni semmiképpen nem szabad, tehát az, az a halálos ítéletünk konkrétan. Rúni a kapunak háttal fejel. Nézzük Rúnit. Gól. Oké, okay. 1-0. Nagyon jó. Helyes. Hatalmas fejes gólt szerzett Rúni. Diop is kap egy sárgalapot, megint. Ellen pedig ollózni próbál. Hát nézzük, hogy sikerül -e neki. Nem. távoli lövés rooney Nézzük, egy bombagól volt Ott is van a bomba 2-0. Rúni duplázik. Hatalmas gól Srúni-tól, És Runi talán még egy Mester 3 is szerezhet a végére. Úgy bizony, Rúni Mester 3 -as. Ezzel pedig gyakorlatilag eldöltő a mérkőzés, mi pedig továbbítottunk ezáltal. 3-0. Király. Rúni. Oké, okay, Milik nem tudott megbirkózni, hát örülök neki. Jó, 3-0. És ö, ez mi? Bejutottál a következő fordulóba, azaz a második fordulóba. Még megnyerheted a versenyt. Király. <laughs> Viszont Real Madrid ellen fogunk játszani a következő fordulóba, ami durva lesz megnézem a csapatát, hogy hogy uha, megvette a 105-ös Zsualintont. Hát srácok, itt szerintem bajok lesznek, nagy bajok lesznek. Uh -huh. Hát végül is a védelem meg a középpály az nagyjából hasonló erősségű mint a miénk, illetve a kapus neki van egy areola, ugye nekem egy meret, egyetől a támadósora az, ami kicsit veszélyesebb, mint a miénk. Viszont megnézzük a a csoportállásokat, hogy hogy alakultak. És a Liverpool meg a Sálzburg döntetlen játszott. Fú, de jó, hogy megnyertük ezt a meccset, basszus. Hogyha most mi is döntetlen játszunk, akkor valószínűleg ő, mi lettünk volna a harmadikak. Így pedig sajnos a Salzburg az kiesett. És a Liverpool jutott tovább. Az A-csoportban a PSG és a Real Madrid jutott tovább. A B-csoportban Tottenham és a Bayern. A City és a Dinamo, Zagreb, Atletico és a Leverkusen, a Juventus az pedig hát, hát nem tudom, hogy hogy miket gondolt. Az F csoportban a Barcelona és az Inter, Dortmund pedig kiesett, akkor továbbította a Zenit meg a Benfica, Lipcselion maradt késő helyen, és itt pedig a Chelsea pedig, meg az Ajax jutott tovább, és Lille Valencia esett ki. Na jól van, srácok. Ennek a videónak itt a vége, és a következő videóban pedig megpróbáljuk a Real Madridot elverni, hát kíváncsi ezzel kell, sikerülni fog-e. Úgyhogy addig is köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, sziasztok!